Önnek kellene vállalni a felelősséget azért, hogy ilyen lett az árszámadás, hogy 100 milliók mentek ki úgy az ablakon, hogy azt nem egyeztette le a képviselőtestülettel. Úgyhogy ne hárítsa rá a felelősséget senki másra, vállalja. Én nem leszek a hetedik. Jászberény képviselőtestületének legutóbbi rendkívüli ülésén Dobrán Gyula nemmel voksolt a 2021-es esztendő költségvetésének elszámolását jelentő zárszámadásra. Már az ülésen kifejtette, hogy nem ért egyet a városvezetés pénzügyi politikájával. Televíziónknak nyilatkozva pedig rámutatott, hogy szerinte a döntés nem sodorja veszélybe Jászberény működőképességét, de jelzést kívánt küldeni az önkormányzat és a város lakói felé. Kötelező feladatokra szánt összeget az állam mindenképp leutalja. Ugyanakkor valamilyen formában mindenképp meg kellett mutatnunk a polgármesternek, hogy hát ha sikerül neki felfognia, úgy néz ki, hogy nagyon nehéz ezt neki megtenni, hogy amit csinál, az nem jó. Herdálja a pénzt, a város pénzét, és az a legfelháborítóbb, hogy vannak még olyan jászberényiek, akik ezt jó néven veszik, akik még így is mögé állnak. Észre kell venni, nem szabad 100 milliókat kidobni a város kasszájából. El kell felejteni, egy tisztességes pénzügyi politikát kell Jászberénybe folytatni.